Márciusban indul a nagy kaland, kerékpárral Ázsián és Ausztrálián át Új-Zélandra tart egy magyar pár. Útjukat egy-másfél évesre tervezik, havonta 1500 kilométer tekernének, majd önmaguk megismerése mellett jótékonysági célokat is szolgál a Bringa Expedíció, amelyről Boros Balázs és Fagyas ennékő mesél már is, jók a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt Jó reggelt! E, hogyan e, született e, meg ez az álom, mert volt benne tovább fejlődés is Mongóliához képest, ami az első ötlet volt. Szóval, hogy terebélyesedett ez ki? Hát ez nagyon-nagyon régóta terebélyesedik, szerintem így a legelső élményem, amikor elolvastam a 80 nap a föld körül gyerekkoromba, és akkor így éreztem, hogy itt valamit kéne utazni. Én is fog leszek, igaz? <laughs> Igen, és ez nagyon izgalmas, és utána az összes ilyen útikönyvet és, felfedezőknek az útját, azt, én nagyon nagy elánnal olvastam, és körülbelül ilyen 16 éves koromban találtam ki, vagy éreztem azt, hogy nagyon jó tenni nekem egy ilyen világkörüli utazás, és az így érlelődött, érlelődött. Össze találkoztam kenikővel, és maga az ötlet, az konkrétan most, illetve bocsánat, tavaly májusban született meg, hogy mielőtt így családot alapítunk, előtte utazunk még egy nagyot. És mi lenne, ha ez, a, ez az utazás, ez a nagy utazás, ez így egybe lenne, hosszú lenne, és egy ilyen mindent így majd próbálunk belesűríteni. És akkor ebből hogy hogyan alapot meg abba, hogy, hogy azért ez egészen végig is Új-Zélandig tartson, és a másik, hogy kerékpára? Igen, na most ez, a, ez az Új-Zéland, ez egy nagyon hát egy hosszú útnak a végállomása lesz, Mindenféleképpen azért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy ez egy álom cél, tehát ide szeretnénk eljutni, nem fogunk kétségbeesni. Hogyha... Nem, hogyha meg, ha visszafordultok Ausztráliából, akkor sem fogtok kétségbeesni. Igen, esni. igen, uh -huh. igen. tehát nekem ugye ez a mongólia, mongóliai úti cél, ez, a, ez volt a nagy szerelem, ez volt a nagy vágyam kiskorom óta, hogy oda eljussunk, és igen, így változott alapja alapjából véve a terv, hogy... Hogy akkor kibővítjük egy picikét. Na, de azt nézzük hogy mi a célja az útnak, mert azt is mondhatnánk, hogy ti ezt nyilatkoztatok, hogy ő magatok megismerése, de ezek szerint akkor nem az a cél, hogy mindenáron elérni Új-Zélandra, hanem lehet, hogy akkor, ahogyan Keruak hőse is mondja, hogy hát úton lenni az élet, megérkezni a halál. Szóval az utazás a cél? Maga az út, igen. Üm, nyilván, mivel egy, egy év és támogatást szeretnénk kérni a, 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 az emberektől, a karitatív részében a dolognak, ezért egy évig szeretnénk úton lenni, de hogy nem nincsenek ilyen, ilyen, ezt muszáj megtennünk, ezt muszáj ide elérnünk, hanem igen, önmagunkért megyünk, a cél az, hogy, hogy megéljük életünk kalandját, megismerjük egymás saját munkat sokkal inkább, és az, arra gondoltunk, hogy, hogy mi lenne, ha igen, az önös céljainkon túl, egy kicsit így a jótékonysági részét, vagy inkább így a társadalmi felelősségvállalás vállalás részét is. És kivennénk a dolognak, vagy megpróbálnánk azt is így mellé csatolni. És itt a bátor tábor, és itt van az, hogy ti, amikor szponzor gyűjtetek, akkor ezzel nem magatoknak gyűjtik a gyűjtitek a pénzt, hanem segítettek valakinek, mert ezért ti magatok is megspóratok saját pénzt is, igaz? Így van az utazásnak. Nem keveset a... gondolom, nem? Hát azért nem is sokat, tehát azt azért nem mondanám, gyakorlatilag, amit a fizetésünkből összetudtunk spórolni. Na ezt még egyszer lesz... meg akartam kérdni, hogy hogy, hogy az... van ez a munka, tehát mi mi? és hogyan lehet eljönni a munkahelyről? Hát ez a nagy kérdés. Itt még azért folyamatban vannak a, a megállapodások, hogy hogy tudunk eljönni. Mit csináltok egyébként? Én a közszférában dolgozom. Aha. Hát nem tudom, uh, igen. Nem túl messze innen. Én sofőr vagyok uh -huh. a fogászati klinikán, és ö, ott egész könnyen vették a dolgot. Sajnálják, hogy eljövök, mert meg vannak velem elégedve, de hál' Isten a főnökeim is eléggé nyitott emberek. Tehát és az, az azt az mondták, az mondták az hogy menjetek, és azt majd nagyon sajnálkozni. Nagyon jó, és menjetek. És akkor elmész fizetésnek üli Szabira. Ö, igen, ez a terv. Uh -huh. És aztán utána, meglátjuk igazából. Ö, még mindig nem jutottunk el a, a kerékpárhoz, jussunk el oda. Miért kerékpár? <laughs> Engem rábeszéltek, de rábeszélhetők. Lehetne Lehetne tozni, lehetne stoppolni, lehetne futni, lehetne le sétálni, de kerékpár. Miért kerékpár? Balázsnak igazából ez a, ez a tehát ő op, a bicikliről operálja az életét gyakorlatilag. Én rábeszélhető voltam. Alapvetően kiskorom óta ez a sport gyakorlatilag az életem tényleg szerves része. És, tehát ö, van bringa gyakorlatotok? Ö, van, uh -huh. van, nem csak bringa. Balázsnak több bringa gyakorlata van, nekem nem annyira, de bátor vagyok és azt mondom, hogy vágjunk bele. Ez nagyon speciális kerékpár kell? Nem, nem feltétlenül. Igazából el lehet indulni egy 20 ezer forintos lomis kerékpárral is. Uh -huh. Nyilván ez így a kaland mértékét lehet, hogy fokozná. Uh -huh. De mi azért nem szeretnénk ennyire a véletlenül. Szóval nem kerékpárjavító műhelyekbe szeretnétek megszállni. Igen, uh -huh. igen, és nem szeretnénk munkal vinni egy szervizkamiont, úgyhogy hát egy túra kerékpár lesz, ami, ami minden bizonyal ilyen házilag készülős, tehát hogy épít, építjük, meg, meg a vázat úgy csinálják nekünk és ilyen középkategóriás alkatrészekkel, ami így árértékarányban nekünk megfizethető, és, és, mondjuk elmerünk vele indulni az útra. Az útvonal, amit megterveztek, ahhoz szigorúan ragaszkodtok? Tehát le van fektetve kilométerről kilométerre, várostól városig, hogy hogy kell haladni, vagy pedig ebben is van lesz olyan, hogy ki tudja majd, hogy hozza az élet, milyen kitérőket? Hát szerettünk volna bőven ráhagyást, tehát ez egy államútvonal, amit itt több fórumon is lehet olvasni. Ez, ez egy olyan olyan országokat szeretnénk érinteni, amikről olvastunk, ahova szeretnénk eljutni. Ami... Hát a Sejem úton haladtok Így lényegében. van, egy részében, igen, a Sejem úton. Igen, így igen. van, így van. Na most biztos, hogy lesznek útközben, azért gubancok ne legyen, de azért ezzel is kalkulálunk, nem kapjuk meg a vízumot, esetleg olyan, akár természeti katasztrófa, polgárháborús helyzet, bármi lehet. Ezekkel kalkulálnunk kell, nincs kőbevésve ez az útvonal tehát mint az élet, ugye ez is majd, majd, alakul. Plusz nyilván mi nem ismerjük ezeket az országot olyan jól, mint akik ott laknak, és több helyen is van már ismerős, és hogyha ők mondanak egy, egy nagyon meglátogatást érd meglátogatásra érdemes úti célt, akkor fogjuk magunkat is kibővítjük. Van innen ezer kilométer. <síns> <síns> igen, Kiszérő ez egy kicsit nagy zolósan hogy hogyha belefér a, szér szér a be, meg az időnkbe, akkor, akkor, akkor miért ne? Mi lesz az a konstrukció, amiben ti közben segíteni fogtok? Hát, ő, a bátortábornak. Igen, a bátortábornak gyűjtünk ö, egyéni, ö, egyéni, támogatókat. Az a mottónk, hogy havonta egy ezes a bátrakért, neked forintban, nekünk kilométerben. Azt kérjük az emberektől, civilektől, hogy havi ezer forinttal legalább havi ezer forinttal támogassák a tábor munkáját, és azt vállalják el egy évre. Ez egy hosszú távú elköteleződés. Azt gondoljuk, hogy ez a havi ezer forint, kevesebb, mint egy mozi, egy ára, ez talán sokaknak vállalható, így akik egy kicsit talán kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, ők is érezhetik azt, hogy tudok adni, tudok segíteni, fontos vagyok. plusz sok kicsi sokra megy. Nem csak itt az életben mindenhol, de most itt nagyon jól kijön, hogy sok kicsi sokra megy. Nyilván, ha 100 vagy 200 ember adja ezt a havi ezer forintot, az már egy igen szép támogatás és segítség. És mi ezt úgy szeretnénk meghálálni az embereknek, hogy cserébe elhozzuk egy picit nekik a világot. Tehát ide számoltok a, igen, az egész? Fotó, videó, vannak ilyen ötleteink, hogy mit szeretnénk megmutatni. Uh, ugye március 21 -e a tervezett indulás, igaz? Így van. A Hősök teréről. Na, nagy uh, Hát ez még úgy szervezési folyamatban uh, uh, van. Nem feltétlenül szeretnénk ilyen világra szóló csinadratát, de valószínű, hogy a táborosok ki fognak jönni, a, család, barátok, ismerősök. Mindenki, meg elbúcsúztat benneteket. legvégül, hogy kérdezem meg, hogy hogyan készültök, mennyit készültök fizikálisan is arra, hogy szóval ez egy, ez egy is lesz egy, az expedíció. Igazság szerint lehet, hogy ez, hang, ez most furcsán fog hangzani, de a, a, talán a fizikai felkészülés az, ami, ami leginkább a háttérbe szorul. Egyikünk sem sport, olyan tehát nem vagyunk versenysportolók, nem is az a célja az utunknak, hogy ez egy teljesítménytúra legyen, hogy napi 100-120 kilométert letekerjünk. Én azt gondolom, hogy, hogy itt ugye a felkészülésnek a nagyobb része, hogy a szponzor, szponzorok keresése, a tábornak minél nagyobb kampányt szeretnénk, és szerintem ez lassan azért a napokban el is fog indulni, inkább berehelyezzük most a hangsúlyt. A fizikai felkészülésről pedig annyi, hogy felülünk a biciklire és, és tekerünk. Bolázs Enikő, akkor én sok sikert kívánok nektek ehhez a merész tervhez, minden szempontból sikerüljön Köszönöm jó. Szépen. Köszönöm szépen, hogy itt Nagyon voltatok. szépen köszönjük. köszönjük.